Urat, és ők nagyon szívesen átadják ezt a feladatot az államnak. Minden további nélkül ez a helyzet, tehát a működtetésre nincs pénz. A másik dolog, hogy saját bevételük kiegészítéseként ugye bár kellene működtetni ezeket a járóbetegeket, és nincs rá pénz az önkormányzatoknak. Tehát mindenki hazudott mindenkinek, hogy ott lesz a pénz, és kiderül, mikor elő kéne venni, ez a pénz nem létezik. Köszönöm a figyelmet. Kétperces reagálásra következik Nemény András, az MSZP képviselője. Köszönöm a szót. Elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt fideszes egészségügyi szakértők és tisztelt Babák Mihály képviselő úr. Hát egy kicsit én sajnálom önöket, mert nem forrás átcsoportosításról, vagy nem forrás többletről, hanem forrás elvonásról kell beszélnünk, és én tudom, hogy ez nem az önök területe, ez már elhangzott többször is, ez a gazdasági tárca területe, és talán egy másik tárcából nézve az egészségügy és az emberek inkább csak statisztikai adatok, de hát hogyha közelről nézzük, és az emberek szemével nézzük, akkor ezek a statisztikai adatok, ezek emberek, és ezek az emberek néha betegek is, akik most ezzel a törvénymódosítás csomaggal csak rosszabb helyzetbe kerülnek. És a mi nagy bajunk az ezzel, hogy ez az átalakítás úgy történik meg, hogy a pénz, a forrás nem marad az egészségügybe. Mert amit Lipók Sándor képviselő mondott, igen, nincs orvos, mert nincs pénz a működésre. De hogyha már egyszer az egészségügyben történik átalakítás, és mondjuk a passzív támpénzet mondta ön, hogy nem jó így, és visszaélésre ad okot, igen, még ezt is elfogadjuk, így van, ebben a formájában lehet, hogy visszaélésre ad okot. De akkor miért nem tesznek úgy, hogy ezt a forrást átcsoportosítják ugyanilyen célra, és benhagyják az egészségügybe? Ez az igazi probléma ezzel, és azt gondolom, hogy önöknek azért kellene lobbizni, hogy bármilyen forrás, plusz forrás kerüljön már az egészségügybe, az pedig, hogyha már kivonásra kerül innen, vagy átcsoportosításra, akkor legalább itt, egy másik területen jelenjen meg. Hogyha már ezt el tudnák érni önök, a fideszes egészségügyi szakértők, akkor azt gondolom, hogy nem hiába lennénk itt ma az általános, majd később a részletes vitában. Köszönöm szépen. Két perces felszólásra következik Babák Mihály, a Fidesz képviselője. Köszönöm, elnök úr, a szólás lehetőségét. Nemény képviselő úr, az emberek és az ország szereti a rendet. A rendhez munka kell, otthon kell, egészség, család és biztonság. És sorolhatnám még ezeket a fontos dolgokat, de tudja, a rendhez különben pénz kell. És akkor nézzük meg, mi a helyzet ma a magyar költségvetésben, az államkasszában. Megduplázott államadósság, nincs több pénz. Sehol sincs pénz, mert államadósság van csak. A vagyont is felélték, nincs munka se, a gazdaság padlón van, úgyhogy jobb lesz mindent újra gondolni, mert újra kell gondolni, fontos. Ezzel szemben különben párhuzamba hozni előttem szóló tájékáról a MOL részvényt. Kérem, itt a kérdés az, hogy önök miért adták el Angliában annak idején a MOL részvényt, amely stratégiai kérdés az ország tekintetében, és ha a forrását nézzük, ezt sehonnan sem vettük el, önök fölvettek IMF hitelt, ez a Nemzeti Bankban parkol, valutatartalékként, és a parlament majd úgy dönt, hogy ezzel finanszírozza majd a MOL részvényeket, amely ennek az ország nagyon fontos dolga lesz. De önök eladták Angliában, emlékeznek rá, áron alul, erre válaszoljanak. El kótyavetyélték az ország vagyonát, mint ahogy mindent, és hitelt zúdottak az emberek nyakába, sőt, még a lakáshitelt is. Hölgyek, urak, ebbe az országba nagy a baj. Ha ezt nem érzi valaki, és önök sem, pedig önök geresztették. És ezt nem szeretnénk minden nap a fejükre olvasni, de azért jó, ha tudják, a lelkismertükkel számoljanak el minden oknak, minden bajnak, önök a gyökerei, hölgyek, urak. De rendet kell csinálni az országban, mert élnünk kell. Köszönöm, hogy szólhatnám. Szintén két perces felsorolása következik, Varjú László, az MSZP képviselője. Köszönöm szépen. Ugye akkor folytassuk tovább a gondolatot, mert valóban az a helyzet, hogy ha az egészségügyben több pénzre van szükség, akkor azt a költségvetésből kell biztosítani, és a költségvetésből önök nagyon sok kárt okoztak mind a személyi jövedelemadó rendszer módosításával, ahol önök a gazdagoknak adtak, és a kevésbé jó módúaktól pedig elvettek. A szegényeket megkárosították. Ennek eredményeként legalább 600 milliárd forint, de inkább több az, ami ma hiányzik ebből a költségvetésből az önök működésének eredményeként, aminek lehetne az a következménye, hogy igenis azoknak a szakrendelőknél lehet, hogy az a helyzet, hogy Baktalóránt háza környékén
ott az önkormányzatok panaszkodnak, de a fenntartói szempontból panaszkodnak, és nem az emberek panaszkodnak, akiknek pedig az egészsége érdekében igenis a közvetlen, közel lévő orvoshoz való eljutás lehetőségét akarják azáltal megvonni, hogyha mindezt nem tudják önök biztosítani. Ennek ez lehet a következménye. És hogy a MOL eladását megelőzően önök hogyan tehették azt meg, hogy a MOL részvényárát közvetlenül befolyásolva önök teremtettek olyan helyzetet, amitől annak az értéke jelentősen csökken, és ezzel az önök beavatkozása nyomán spekuláció indult el, erről szintén önök tehetnek, csak ez Babák úrnak erre már nem terjed ki a figyelme, és így mindez figyelmen kívül hagyja. Úgyhogy az a baj, hogy vannak, akik korábbi időszakra is emlékeznek, és az önök első áldásos tevékenységükre, és annak következményeiről is szót kell ejteni. Köszönöm szépen! 2 perces felszólása következik, Szalai Péter, a Fidesz képviselője. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Én a passzív táppénzről szeretnék röviden megemlékezni, mint gyakorló orvos. A passzív táppénz megszüntetésének, ami elsősorban a családi orvosokon csapódott le, a családi orvosok egyöntetően örvendeznek, örülnek az orvosok, azért, mert a passzív táppénz igazából egy szociális támogatás volt, amit annak idején, mikor bevezettek. Az nagyon korrekt dolog, hogyha valakinek megszűnik a munkahelye, akkor kapjon szociális támogatást, akár 180 napig, 30 napig, 60 napig, nagyon szép dolog, csak nem az egészségügyi kasszából. Na most ez nálunk az egészségben úgy csapódik le, hogy megjelenik a beteg, és azt mondja, hogy kérem szépen, holnaptól kirúgtak a munkahelyemről, és azt mondták a munkaügyön, hogy jöjjek ide magához, kedves családorvos, mert nekem jár 60 nap, vagy 180 nap, vagy 30 nap passzív táppénz. Na most nyilvánvalóan ezek a dolgok egyébként gyakorlatilag úgy bonyolódnak a legtöbb esetben, hogy elmegy a beteg az ideggyógyászhoz, a pszichiáterhez, kap egy papírt, hogy ő az idegeivel gondjai vannak, azért, mert kirúgták a munkahelyéről, ez egy elfogadható és magyarázható dolog, és ezzel a papírral kénytelen a családorvos táppénzen tartani őt. Tehát a passzív táppénz megszüntetése én szerintem mindenképpen korrekt és indokolt dolog, mert nem az egészségügyi kasszából kell ezeknek az embereknek a munkaviszonyunk megszűnte után szociális juttatást biztosítani. És tessék elhinni, hogy az egészségügyben ennek az egész rendszernek az ilyetén átalakítása, ez egy közszeretetnek örvendő dolog, mert a családorvos megszabadul attól a tehertől, egyrészt, hogy meghallgassa a beteget, hogy ő köteles táppénzre venni, mert a munkaviszonyát. Az ember megkérdezi a betegtől, hogy na és tessék mondani, hogy betegsége nincs véletlenül, akkor nagyon csúnyán néz az orvos, és zokon veszi. Na most a családorvosokat ugye választják a betegek. Tehát igyekeznek elkerülni a konfliktust a beteggel, de a neuropszichiáter által adott papírokat nem tudják anulálni, nem mondják azt, hogy kérem szépen, hát nem veszem fel magát, bár az ideggyógyász javasolja. Köszönöm szépen a meghallgatást. 2 perces felszólása következik, Gara István Levente, az MSZP képviselője. Köszönöm a szót, elnök úr. Hát Bavát képviselőtársamnak, Henz képviselőtársam, többször olvast fel azot az idézetet, mert egy undorító visszamutogatás, amit itt állandóan nekünk hallgatni kell. Ugyanakkor 8 éven keresztül mit hallgattunk, képviselőtársaim? Jön a Fidesz, azonnal minden rendben lesz. Mi volt a választási plakáton? Megmentjük az egészségügyet. Kérem, mi lett volna akkor a korrekt a mostani felszólás alapján? Kérem, szocialisták mindent tönkretettek. Mi nem tudunk semmit se csinálni az elkövetkező 50 esztendőben, hogyha minket szavaztok meg kormányzó pártnak. De akkor is ránk szavazzatok. Majd akkor beülünk a parlamentbe, semmit nem tudunk csinálni, azt mutogatunk visszafele. Tessék ránk szavazni. Na most kérem, amit kollega te mondtál, az uniós pénzek felhasználása. Államtitkár úr már egy kicsit mosolyog, mert nagyon tetszett az a kifejezés, hogy mi oda pottyantottuk az uniós támogatásokat, pont. Hát mi oda pottyantottunk Debrecenbe 12 és 4,1 milliárd forintot az Augusta program keretében, rossz indulatú, daganatos és kardiovaszkuláris szívérendszeri betegségek kezelésére, Kecskemétre 10,5 milliárdot és 620 millió forintot sürgősségi centrum kialakítására, tőzsgyökeres, fideszes városok, mert mi nem úgy gondolkozunk, hogy van szocialista vakbérgyulladás, meg fideszes epegörcs, hanem oda tettük a pénzt, ahova egészségügyi szempontból indokolt volt. És elnézést kérek, államtitkár úr, jót mosolyog, nekem már elegem volt ezekből a vádaskodásokból, és írtam egy levelet, hogy legyenek szívesek tételesen nekem felsorolni azokat az egészségügyi beruházásokat, amelyek szakmai szempontból indokolatlanok voltak. Hát a válaszlevélben ilyen felsorolás nem volt.
Tehát szakmailag indokolt volt az a rendelőintézet, az a rendelő, a kiskunmajsai, és így tovább, és így tovább. Az, hogy ennek a finanszírozását most nem tudja megoldani a kormányzó párt és a kormány, mert elkölti MOL részvényekre, meg a leggazdagabb 16, gazdagabb réteg 16%-os személyi jövedelemadójára, erről mi nem tehetünk, és azok a szerencsétlen emberek se, akiknek nem tudják finanszírozni az egészségügyi ellátását. Két perces felszólásra következik Heinz Tamás, a Fidesz képviselője. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház. Örülök, hogy Varjú képviselő urat és az ő lelkét picit megérintette ez a néhány mondat, de engedjék meg, és kérem elnök úr is nézze lesz nekem, hogy egy picikét eltérjek talán a közvetlen témától, mert mellettem ül Horváth János képviselő úr, ugye a korelnökünk, aki ezt a verset, ezt a bizonyos új nemzetgyűléshez ebben a házban 66 évvel ezelőtt hallotta, és azért jött ide, hogy talán még most sem értjük, amit így és annak idején ebben a házban elszavalt 66 évvel ezelőtt. Tehát tényleg szállamosak kezdünk lenni. Én remélem azt, hogy erre van esély. Ha nem is mindenkivel, de négy szem közt és lélektől lélekig a dolognak csak működnie kell. Ebben hiszek, és ettől függetlenül azt kell mondjam, hogy most már a témához visszatérve a maradék 70 másodpercben, hogy azért 2006-ban ott volt egy Lovasbelének nevezett településen egy akció, amely azért sok mindent determinált a következő években. Pontosan tudták önök is, hogy mi is tudjuk, hogy működtetésre, fenntartásra pénz nincs. Viszont ott vannak az uniós források, amelyeket így úgy amúgy el lehet költeni. Nagyon érdekes dolog, hogy a Bábi képviselőasszony által korábban említett fejlesztési program például ott maradt szinte érintetlenül, mert avval dolgozni kellett. A prevenciós program ott maradt úgy, ahogy volt, majd talán megerősítve államtitkáról nem nyúltak hozzá, mert azt nem lehetett, hogy mondjam, építő anyagba fektetni. Tehát az egy másik történet, úgyhogy prevenció ezért van pénz az országban még. Azt pedig önök is pontosan tudják, hogy a kistérségi rendelők és az egész ellátási rendszer nem azokon a korábban Mikola által is emlegetett népegészségügyi evidencián épültek föl, amelyek alapján meg lehet teremteni egy országnak az egészségügyi ellátását. Ez hiányzott. Ezen dolgozott egy éve viszont ez a kormányzat, ez az egészségügyi kormányzat. Lehet őket persze fedni, és minden egyébet mondanájuk, egyet nem lehet, hogy azt a munkát végre elvégezték, amit korábbi egészségügyi kormányzatok egyszer sem. Köszönöm szépen, türelmet. Képviselő úr, tudta, hogy pont 10 másodperccel beszélt többet, mert 50-nél mondta, hogy maradék 70, tehát igyekeztem ezt önnek figyelembe venni, hogy akkor 2 perc, 10 másodperc, hogy ne kelljen véletlenül cáfolnom ezt a javaslatot. Megadom a szót Tukacs Istvánnak, az MSZP képviselőjének. 130 másodpercben. Elnök úr, köszönöm szépen. Én nagyon sajnálom, hogy a házszabály tiltja az ülésvezetés minősítését, a pozitív minősítő jelzőket is sajnos. Ezért tehát, elnök úr, ezt elkerülném, de remélem, hogy a tisztelt ház is egyetért ezzel. Képviselőtársaim, érdeklődve figyelem a vitát az egészségügyi intézményhálózat földrajzi pártpolitikai megoszlásáról, de valóságosan az előterjesztés nem erről szól, úgyhogy én szeretnék ehhez visszatérni. Szeretnék visszatérni a passzív táppénz ügyéhez, mert Szalai képviselőtársam, nem az lenne akkor a jó, hogy a megszüntetés helyett az ellenőrző rendszereket üzemelnénk be, ha már a korrupció általános jelenség ön szerint az egészségügyben? Szerintem ez lenne a jó megoldás, nem pedig a megszüntetése. Mindazok érdekében egyébként, akik tényleg elvesztik a munkahelyüket és betegek. Tehát gondoljunk azokra is. Másfelől tisztelt kormánypárti képviselőtársaim, én érdeklődve hallanám az érvelésüket annak a 100 milliárdnak a tárgykörében, amelyet a gyógyszergyártóktól és forgalmazóktól elvennének. Nem hangzanak el ugyanis érdemi érvek. Érdemi érvek annak a tekintetében, hogy hogyan nem fogja érinteni a gyógyszer ágazat megsarcolása a beteget, a fejlesztéseket, a munkahelyeket. Amennyiben a vita erre kitérne, én örömmel venném, mert ha lennének érveik, akkor tudnánk vitatkozni ezen a kérdésen is. És nem azt mondanánk el, egyébként teljesen jogosan, hogy a MOL vásárlás nagyjából 80-100 milliárdos bukta, hogy debreceni stadion 12,5 milliárd forint, hogy készenléti terrorelhárító bonyolult nevű rendőrség, magánrendőrség 10 milliárd forint, és olyan forrásokat sorolnánk, amiknek jobb helye lett volna az egészségügyi ágazatban, talán az adórendszer összes átkával együtt is elkerülhető lenne, hogy arról beszéljünk, hogy milyen megszorításokat kell alkalmazni. Elnök úr, köszönöm a szót. Köszönöm, képviselő úr.
Szintén két perces felszólással következik Ódor Ferenc, a Fidesz képviselője. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház. Amiben ma itt vitatkozunk, az az egészségügy működésével kapcsolatos, ami az természetesen hozzátartozik a kubatúra. Ezzel a kubatúrával kapcsolatosan ez nagyon szép, ha nagyszerű kórházaink vannak, ha rendelőket építünk, a működtetés. Tehát amiért nekünk itt nem csak arról van szó, egyik pillanatról a másikra itt az egészségügynek a működtetésében olyan változások történnek. Hát azért, mert volt egy bizonyos átgondolatlansága annak a fejlesztésnek, amikor építettünk, és nem tudtuk a működtetést hozzátenni. És azt gondolom, hogy ez a mai és az elkövetkezendő tárgyalások is irányulnak majd arra, hogy mindaz a humán infrastruktúra is megtörténjék, ne csak cementben és téglában gondolkodjunk, hanem mindazok az emberek, akik tudják működtetni a rendszert, és akiknek szüksége van. Sajnálatos módon azok most egy kicsit kútba dobott pénzeknek tűnnek. Mi megyénkben épült 4 ilyen rendelőintézet, amelyeknek nem sikerült egyelőre még a finanszírozását megtalálni, de ez nem az ezévi problémaként, ezt már onnantól kezdve láttuk, hogy az egészségügyi pénztárnál komoly gondok lesznek. Tehát én azt gondolom, hogy az átgondoltság az, ami a fejlesztéspolitikában nagyszerű dolog, ha építünk, de az, hogy hova és hogy fogjuk tudni működtetni, ez egy alapkérdés. Magára visszatérve még többen reagáltak a passzív táppénzre, hát látjuk a folyamatát. Ez mindenképpen azt hozza elő, egyre szűkül. A forrásoknak úgy látjuk, hogy megfelelő célirányossággal kell működni, és az erre kiadott pénzek, ez nem biztos, hogy onnan kell, és a táppénzből, és ezeknek a forrásoknak a szűkítése, amit az egészségügyre tudunk elkölteni, máshonnan kell ezeket a szociális problémákat megoldani. Azt hiszem, hogy ez lesz a megoldás, és ezért kellett ezt előterjesztenünk. Köszönöm, elnök úr. Két perces reagálásra megadom a szót Varjú Lászlónak, az MSZP képviselőjének. Köszönöm szépen. Ódor képviselő úr által elmondottak késztetnek arra, hogy tegyek hozzá még néhány gondolatot, mert valóban nagyon egyetértünk, hogy olyan fejlesztést kell megvalósítani, aminek a fenntarthatósága, a működtetése is megoldott kell, hogy legyen. Azonban vannak olyan alapkérdések, amelyeket én azt hiszem, hogy ennél egy szinttel magasabban, emelkedettebben kell megoldani. És ennek példájaként azt az egyetértést, ami talán még közöttünk is megvan, biztosan tudunk példát, analógiát mondani. És ez pedig az, hogy a kisiskoláknak a működtetése, ami egy kisebb településen, hogyha szükséges, az nem feltétlenül csak pénzügyi kérdés, hanem igenis, például az alsós korosztályok utaztatása az nem szükséges, azokat ott kell tartani a lakóhelyen. És ennek az üzemeltetése bizony az állam kötelezettsége, neki ezt fenn kell tartani. És egy olyan térségben, ahol az emberek nem érhetik el meghatározott időn belül és kilométeren belül az egészségügyi szolgáltatást, ott pedig meg kell oldani azt a minimum szolgáltatást, és én nem kórházról beszélek, hanem arról a minimumról, amit egy szakrendelő ezeknek az embereknek, az ott élők számára biztosítani tud. És ez az állam kötelezettsége. Ez a 23 szakrendelő, ez ennek keretében készült, ráadásul tegyük hozzá, hogy ezek a szakrendelők úgy készültek, hogy maguk az önkormányzatok pályáztak, és igenis ők azt tervezték, és az akkori feltételek között ezt fent tudják tartani. Azóta viszont jelentősen megváltoztak a körülmények. Nagyon sok pénzt elvontak az önkormányzatoktól, a megszorítások eredményeként az állami költségvetés lehetőségei jelentősen csökkentek, és ennek egyik áldozata lesz ezek szerint az, hogyha ezeket az intézményeket nem tudják fenntartani. Én nagyon sajnálom, hogyha így lesz. Köszönöm szépen. Két perces felszólás elérkezett Szócska Miklós államtitkár úr. Öné a szó. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés. Én általában az általános viták közepette én nem nagyon szólok hozzá, úgyhogy én két általános jellegű megjegyzést tennék csak. Nem beszélek arról, hogy milyen emberfeletti erőfeszítések kellenek ahhoz, hogy ennek a jelenlegi állapotban lévő ellátórendszernek a fenntarthatóságát megőrizzük.
egy olyan nemzetközi gazdasági környezetben, ami egy 2006-os választási kampány finanszírozási környezetben teljességgel ismeretlen volt. Tehát a realitásai a mostani nemzetközi gazdasági környezetnek teljességen elüt attól, mint ami korábban volt. Na most azt én pontosan tudom, hogy egy politikai kommunikációs szükségszerűség az, hogy itt most általában az egészségügy állapotáról beszélünk, és tudom azt, hogy nagy a kísértés, hogy kihasználjuk ezeket a támadási felületeket. És ezt, tehát az egy borzasztó érdekes dolog, hogy most azt kell végighallgatnunk, hogy a polgári oldal minden eszközzel akadályozta korábban a kibontakozást. Én tisztelettel kérdezem, miért vállalják föl Molnár Lajos egészségpolitikáját? Hát önöknek is egy rendkívül kellemetlen dolog volt azt fölvállalni, azt végignézni, ami akkor történik. Legalább legyen egy olyan közös kiinduló pontunk, hogy azért volt egy olyan ős bűn, hogy mindent privatizálni akart az egészségpolitika. Tegyük fel azt a kérdést, hogy hol lenne most annak a 20 nem tudom hány egymással versengő, privatizált egészségbiztosítási alap részvényeknek az értéke egy ilyen gazdasági világválság után. Nem azért volt ez a privatizációs ötlet, hogy a már akkor hiánnyal küszködő befektetési alapokat kompenzáljuk a magyar adófizető vagy járulékfizetőknek a forrásaival. Tehát legalább ezt az ősbűnt ebben állapodjunk meg, amiben önök politikailag megbuktak, mi pedig minden erővel meg akartuk akadályozni. Legalább ebbe állapodjunk meg, hogy ez egy konszenzus legyen, hogy azt ne lehessen csinálni. Köszönöm szépen. 2 perces felszólása következik, Szalai Péter, a Fidesz képviselője. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Míg visszatérve egy pillanatra a Tukacs képviselőtársam által mondottakra, én igazából úgy látnám, hogy egyfajta táppénz legyen, betegség esetén legyen táppénz. Tehát ne legyen ilyen táppénz, olyan táppénz, egyfajta legyen, amit betegség esetén kap a beteg. Most én egészen röviden érinteném, hogy az elmúlt miniszterek közül, a korábbi miniszterek közül a Molnár úr, akit említett államtitkár úr, a Molnár miniszter úrnak sok hibája volt, órákig tudnék erről beszélni, de például a strukturális átalakítás, miszerint ő megszüntetett aktív osztályokat, és az volt a történet, hogy ezek helyére majd lesznek krónikus osztályok, elfekvő osztályok, ahol ápolási osztályokon tudják ápolni azokat a betegeket, akik odavalók és nem arra valók, hogy aktív osztályon ápolják. Én most is tudnék példákat mondani a héten történt eseteket, akiket bevittek aktív ideggyógyászati osztályra, úgyhogy tulajdonképpen többszörös átételes daganatokkal ők nem odavalók voltak, és fölveszik, és obszerválják, és megfigyelik, és ott tartják, azért, mert nincs mód arra, hogy máshova elhelyezik. Tehát itt igenis vannak lehetőségek, és ebben pénz is van. Na most a Horváth Ágnes működése. Horváth Ágnes kötelezően előírta, hogy minden beteg ágya mellett legyen egy páncélszekrény. Hát életében nem látott az a miniszter, aki ilyet elrendelt, életében nem látott kórházi ágyat. Hát könyörgöm, az a beteg, aki töréssel ott fekszik az ágyban, hogy tudja kezelni a páncélszekrényt? A 80 éves néni agyvérzés után hogy fogja nyitogatni a páncélszekrényt, amikor szerintem magunknak is problémát okozna egy ilyen páncélszekrény nyitogatása, csukogatása? És még egy szempontra hívnám fel a figyelmét tisztelt képviselőtársaimnak, hogy tulajdonképpen nagyon sok pénz az egészségügyből most is kiáramlik. Például mondok egy nagyon egyszerű példát, laborvizsgálatok. Igen, drágák és ráfizetésesek a laborvizsgálatok. Na most a magán szülész nőgyógyász elküldi laborvizsgálatra a beteget a családorvoson keresztül. Előírja, hogy 260 féle laborvizsgálatot csináltasson a családorvos, ugyanezt megteszi kórházi gyógyintő intézmények, klinikák is a családorvoshoz. A családorvos fizet rá ezáltal az egészre, és a rendszer nem jól működik, ezt meg lehetne takarítani. A 2 perces vitakörbe bekapcsolódik Józsa István, az MSZP képviselője. Öné a szó. Igen. Köszönöm szépen, elnök úr. Megragadta a figyelmemet államtitkár a kifejezése, hogy az ősbűn. Az ősbűn meglátásom szerint az, hogy nem kimondani, hogy struktúrájába beteg a magyar egészségügy, fejnehéz. Amikor önök arra bújtogattak vidéki polgármestereket, hogy 30 ágyas kórházakat tartsanak fönt, akkor kórházigazgató urat is tisztelettel üdvözlöm, a hozzászólásom magva ez, hogy mi nem vállaljuk föl Molnár Lajost, legalábbis én személy szerint nem. De azért olyanokat torzítani, hogy 26 egészségbiztosító, 2-ről volt szó, amikor önök elindították a szociális népszavazást, és az ősbűn az, hogy ami már 6 éve mehetne reform,
azt önök egy nagyon demagóg, szociálisnak mondott népszavazással megakadályozták, és ha valaki meg fog bukni, azok önök lesznek, pont amiatt a várakozások miatt, amit akkor 2008-ban azzal a népszavazással gerjesztettek. Tehát abban mi partnerek tudunk lenni, hogyha megszületik ez a közös megállapítás, hogy struktúrájában beteg a magyar egészségügy, fejnehéz, rendelőkre van szükség, nem annyi kórházi ágyra. Ebbe lehet együttműködni, de akkor hagyjuk ezeket a politikai szólamokat, hogy ki az ősbűn. Volt egy Molnár Lajos, és volt egy nagyon demagóg szociális népszavazás. Én azt mondom, hogy egy-egy, és akkor nézzük a szakmai problémákat. Köszönöm. 2 perces felszólalása következik, Kőszegi Zoltán, a Fidesz képviselője. Köszönöm a szót, elnök úr. A szocialisták korábbi felszólalásai készítettek arra, hogy szóljak, amikor az volt a kérdés, hogy szakmailag vannak-e olyan beruházások, amelyek kifogásolhatók vagy megkérdőjelezhetők. Annak idején, amikor a fekvőbeteg ellátásra, a járóbeteg ellátás felé tolódott el az egészségügyi ellátás, akkor szó volt arról, hogy egy jelentős szakorvosi rendőrintézet hálózat fejlesztés történik. Ennek a mi kisvárosunk is majdnem, hogy veszteseként jött ki, aztán nagy nehezen sikerült elérni, bár kétségtelenül közös összefogással azt, hogy mégis benne maradt a programban. Arra szeretném önöket emlékeztetni, hogy kizárólag szakmai alapon kerültek kiválasztásra kiemelt projektek, amelyek valóban levették volna a terhet a kórházakról, és aztán politikai okokból bekerültek újabb elemek, illetve újabb szereplők ebbe a rendszerbe, és ezzel csak az a probléma, hogy most az újabb szereplőket, amelyek nem szakmai alapon kerültek be, fenn kell tartani, működtetni, üzemeltetni kell. Szándékosan nem mondok sem település, sem szakorvosit, mert értelemszerűen embereket érint, településeket, és senki nem örülne neki, hogyha az ő nála megvalósult beruházás bárki kifogásolná, viszont a rendszer egészét tekintve igenis kifogásolandók, ugyanis ezeket most fenn kell tartani, és azokat a forrásokat, amelyek most nehezen fenntartható intézményekbe kell csoportosítani, a jól működtethetőkre nem jut belőle, és szerintem fölösleges teljesen más területekről milliárdokat idehozni. Az egészségügyön belül kellett volna átgondoltabban és kevésbé politizáltan, illetve politikai megfontolásból döntéseket hozni, akkor talán most könnyebb helyzetben lennék. Egyébként érdemes lenne egy vitát nyitni arról, hogy azok az elképzelések, illetve fejlesztés politikai célok, amelyek mondjuk a több sportolást, a prevenciót, a megelőzést szolgálnák, és most itt az önök által említett milliárdokban is benne vannak, azok mennyiben termentesítenék a következő évtizedekben a magyar egészségügyi rendszert. Köszönöm szépen. Megadom a szót 2 percben Vágó Gábornak, az LMP képviselőjének. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Kőszegi úr, nincs vita abban, amit mondott, hogyha valóban a megelőzésre tennénk a hangsúlyt, akkor nagyon sokat lehetne spórolni a következő évtizedekben, csak sajnos most nem ez látszik. Hogyha megnézzük, koncentráljunk most a táppénz kérdésére. Azzal, hogy önök azt mondják, hogy itt nagyon sokan visszaéltek az elmúlt időszakban a passzív táppénz intézményével, ezzel a ténnyel nem szabad és nem kell vitatkozni. Viszont nem ez a megoldás rá, hogy ezt az intézményt megszüntetjük, hanem a felügyeleti rendszert kell megerősíteni, hogy ilyen visszaélések a jövőben ne történhessenek, és nem a jóléti rendszert kell leépíteni akkor, amikor azt mondják, hogy visszaélnek a jóléti rendszerrel, hanem a felügyeletét kell megerősíteni. Azzal, hogy most önök ezt a passzív táppénzt elvonják, egy olyan folyamatban lépnek előre, amely a munkaerőpiacon nagyon katasztrofális helyzetet hozhat elő. Hogy nézzük, hogy miről is van szó. A Szél Kálmán terv egy másik oszlopában a munkanélküli segélyt önök 9-ről 3 hónapra lecsökkentenék, ha csak az LMP népszavazása nem jár sikerrel és nem akadályozza meg ezt. És hogyha emellé még hozzájárul az, hogy a passzív táppénz lehetősége is bezárul azok előtt, akik egyébként nem tudnák a munkát elvégezni egészségügyi okok miatt, erről az lesz, hogy ott most utcára fog kerülni nagyon sok olyan ember, mindenféle védőháló nélkül, aki nem tud egyből belépni a munkaerőpiacra egészségügyi okok folytán. Tehát hogy azzal, hogy önök az összes munka világán kívül rekedt, vagy legalább munkanélküli embernek a támaszát elveszik, azzal pont az újra fölállás lehetőségét veszik el ezektől az emberektől, akik elestek. Azzal, hogy önök
most ezt a passzív táppénz intézményét megszüntetik, azzal a munkanélkülieket és végső soron az egész rosszul kereső társadalmi réteget hozzák még rosszabb helyzetbe. Köszönöm a türelmet, elnök úr! Két perces felszólalása következik, Puskás Tivadar, a KDNP képviselője. Köszönöm, elnök úr. Mint ahogy az elején is mondtam, szerintem ez elvi kérdés. A passzív táppénz kérdése nem az, hogy szociális juttatást fizetünk, vagy nem. Az a szociális háló és szociális rendszer kérdése. Ne innen fizessük. Egy. Kettő. Ne a házi orvost terheljük azzal, hogy ha egyszer betegségre kell, betegség miatt kell táppénzre kiírni valakit, akkor hogyha valaki nem beteg, akkor ne kelljen kiírnia. Való igaz, mint mondottam a legelején, egy feltételes móddal vannak olyan szituációk, elmondtam, hogy eltöri következő nap a lábát, hogy munkanélküli lett. Vannak olyan szituációk, amikor meg kell hagyni ezt a lehetőséget. Akkor az valóban betegséggel összefüggő táppénz, de a passzív táppénz az a nem biztosítottaknak jár, és ez így nem jó helyről fizetődik. Ennyi a véleményem róla. Két perces felszólással következik Garai István Levente, az MSZP képviselője. Köszönöm.